Van egy város, ahol még nem ért véget a kampány, ugyanis Jászberényben most vasárnap ismét dönteni kell a helyieknek a polgármester személyéről. Ugyanis legutóbb hiába nyert 14 szavazattal az összellenzéki jelölt, Budai Lóránt, ám az eredményt megtámadta a kormánypárti polgármester, Szabó Tamás, illetve a Fidesz. Hogy mit szólnak a megismételt választáshoz a helyiek és a polgármester jelöltek, arról őket kívántuk kérdezni, ám Szabó Tamás polgármestert hiába kerestük több alkalommal, végül nem állt a kameránk elé. Mit gondol? Nem lepődtem meg egyáltalán, de én bízom Szabó Tamásba. Meglepődtem egy kicsit, igen, nem igazán ezt az eredményt vártam, de hát nem, megyünk újra. Kérdem én, hogy a többi önkormányzati képviselő esetében ugyanazzal a szavazólappal nem volt szabálytalanság. Ez a kettőt együtt nem értem. Akkor tényleg csalás történhetett az első alkalom? Azt én nem tudhatom. Hát szerintem annyira vigyázzák ezt, hogy nem fordulhat ilyesmi elő. Szóval meg kell ismételni a választást itt Jászberényben, többek közt választási csalás gyanúja miatt. Legutóbb hány szavazatot vásároltak és mennyi pénzért? Igen, ez áll az okiratban, hogy bár nem mondta ki, a Fidesz nem írta le, hogy az ellenzék csal, de nyilván ezt sugalták. Fellebeztek a Szegedit élő táblán, viszont ezt formai hiba miatt visszadobták. Miért nem sikerült a fellebbezést jól megírni, és hogyha ez nem megy, hogy megy majd a város vezetése? Igen, hát ugye én nem vagyok jogász, tehát azt gondolom, hogy mindenki, hogyha teljesíti a feladatát, akkor ez a város és az ország is sokkal jobban működne. Én egyébként egészen biztos vagyok abban, hogy ennek a formai hibának köszönhető megismételt választásnak egyébként oka van, mégpedig az, hogy sokkal nagyobb arányban fogok győzni, és ez egy sokkal nagyobb felhatalmazást ad a következő évre. Mik egyébként a problémák Jászberényben, mi változtatna? Első körben én mindig azt szoktam mondani, hogy az ilyen látványberuházások helyett, mint hogy itt a főteret is évenként szinte újra térkövezzük, az emberek valódi problémáival kell foglalkozni, hiszen nagyon sok lakossági fórumon, közmeghallgatáson, az utcán járva, én azért ebben a városban élek, lakok, én nem úgy, mint Szabó Tamás, aki 4 napot van egy héten Jászberényben, a többit az Pécsen tölti a feleségénél. Milyen itt Jászberényben élni? Mi a legjobb benne, és mi az, amiben fejlődnie kéne a városnak? Hát volna sok minden. Eléggé lemaradt a Berény tulajdonképpen a környező településekkel a fejlődésbe. Szerintem elég jó megy itt minden. Az elmúlt néhány évben előrefele haladtunk. Volt egy megtorpanás, most úgy látom, hogy azért haladunk. Hát nézze, amivel én, mint autós, nagyon elégedetlen vagyok az utak állapotával. Gyönyörűen alakul a város, csinálták, amit tudtak, utat csinálnak, remélhetőleg be tudják tartani. Kritizálta, hogy sok az ukrán vendégmunkás a városban, viszont akkor hogy oldaná meg a munkaerő hiány kérdését nélkülük? Természetesen ez nem egy lokális probléma, tehát ez egy országos probléma. Itt közel 3000 ukrán vendégmunkás van már Jászberényben. Én azt gondolom, hogy elsősorban az ő beilleszkedésüket kell segítenünk. Megtenne a polgármesterének egy fideszes képviselőt? Én nyitott vagyok az együttműködésre, természetesen a fideszes képviselőkkel is. Mi a helyzet a térség országgyűlési képviselőjével, a kormánypárti Pócs Jánossal? Ha az együttműködésre kíváncsi, akkor a választások éjszakáján egy élőadásban már elmondtam, hogy én képes vagyok együttműködni, képes lennék együttműködni a Törzség Országgyűlési képviselőjével, én akkor éjszaka is felajánlottam. Nem szabad harcolni, hanem közösen kell tenni a városért, mert nem szabad innentől ez a két tér fel legyen a városnak, az önkormányzatnak, a testületnek, legyen egy térfél, ez pedig Jászberény. Pár év azért neki egy ilyen országos ügy, amikor kiderült, hogy egy lakást kiírt pályázatra, és aztán végül ő nyerte meg. Ez mennyire volt felháborító? Az nem volt fair tőle. Az nem volt fair. Az elítélendő. De azon kívül szerintem megpróbálta helyrehozni a dolgait. Tehát akkor mondhatjuk, egy jó polgármester. Igen. Visszavenné Szabó Tamástól azt az önkormányzati lakást, amire pályázatot írt ki és meg is nyerte? Természetesen a jogi lépéseket én jól magam szeretném, hogyha megvizsgálnák, és hogyha erre van lehetőség, akkor ezt is megfontolnám, igen, mert azt hiszem, hogy ez egy emblematikus döntése volt a városvezetőjének. Azt gondolom, hogy egy város polgármestere, a város első embere ilyet nem tehet, és hogyha bármilyen apró lépés ide tehetek annak érdekében, hogy az orvoslásra kerüljön, akkor meg fogom tenni.